Az egészségügyi érdekképviseletek további béremelést sürgetnek az egészségügyi szakmákban. Az első lépcsős béremelés még 2016. szeptemberében megtörtént, de további bérkorrekcióra is szükség van, mondják a szakszervezetek. A szakállamtitkárság szerint némileg csökkent az elmúlt évben az orvosok külföldre történő elvándorlása, ahogyan a várólisták is rövidültek. Az egészségügyi szolgáltatások pedig az új informatikai rendszerek kiépítésével is javulhatnak a jövőben. Ezekről a témákról is kérdezem dr. Adorján Gusztáv főigazgató urat. Jó estét kívánok! Nos, akkor kezdjük a béremeléssel, hiszen tényleg az első nagy lépcső az 2016 őszén volt, és most november végétől, decembertől egy újabb lépcsőben emelkedhet az egészségügyi dolgozóknak a bére, az orvosok bére. Hol tart most? Szakdolgozóké is. Igen. Tehát ugye örömteli dolog az, hogy egy évvel ezelőtt elindult béremelési folyamat, az most is folytatódott ebbe az évbe. Ugye novemberi fizetésekkel és novemberi fizetésekben már beépítve, de ezt decemberben kapták meg a dolgozók. Az orvosok részéről egy újabb 100 000 forintos béremelés volt minden szakorvos számára, illetve az ápolók számára egy újabb 12%-os béremelés. Ez egy folyamatnak a része. Ugye az elmúlt évben az orvosok 107 000 forintot kaptak, és most ez megint egy 100 000 forint, tehát összesen 207 000 forint bruttó béremelés. Ez nettóban egy durván 150 000 forintos béremelés jelent. Hát én 38 éve dolgozom orvosként, ilyen még nem volt egyébként a korábban, tehát ilyen mértékű béremelés. Az ápolók vonatkozásában is úgy szintén egy több lépcsős béremelés várható, ami majd, amire mikor a kifut végleg, tehát 2019-re durván egy 60-65%-os béremelés fog jelenteni a nővérek számára. Itt nem lehet összeget mondani, mert itt ágy melletti pótlékok és egyebek vannak, tehát nem lehet ilyen egységesen fogalmazni. De mindenképpen, hogy mondjam, ez egy örömteli dolog és egy pozitív dolog. Hogyha van is továbbra is bérfeszültség, akkor miből adódik, vagy adódhat ez? Ugye a bérfeszültség, ami engem is mindig, hogy mondjam, hát sarkal arra, hogy ahol tudok, ott szóljak ezzel kapcsolatosan. Ugye a háttérszolgáltatásban dolgozók vannak lemaradva tulajdonképpen, illetve hát a garantál bérminimum és a minimálbér közötti különbségnek a kompenzációja az, ami számunkra, mint munkáltató számára, de azt gondolom ez mindenhol problémát jelent. Ezt mi is észleljük, mi is észleltük, és ezt hát örömmel mondhatom el, hogy az intézményünk miután most hát a gazdálkodása már olyan helyzetbe keveredett itt az év vége felé, hogy előre gondolkodtunk azon, hogy ha bekövetkezik ez a béremelés, akkor ezt a bizonyos, mikor a garantált bérminimum és a minimálbér volt, akkor ezt az összecsúszást próbáljuk kompenzálni. Tehát itt elsősorban azoknak a dolgozóknak nyújtottunk egy durván 10%-os béremelés, ez nem kötelező, ez saját forrásból hajtottuk végre, akik alacsonyabb béren voltak, tehát egyfajta, azt a fajta kis különbséget, ami a szakképesítés és a minimálbér között és a garantált bérminimum között fölépett, ezt tudjuk kompenzálni. Ha ilyen jól gazdálkodott a kórház, akkor azt jelenti, hogy nincs is adóssága? Hát ugye most még november végi állapotot tudok egészen pontosan mondani, most december elején vagyunk, de ugye most történt a konszolidáció, úgy szintén minden évben történt konszolidáció, és én ezt örömmel jelentettem, hogy a intézményünk december 31-ére szállítói tartozásot gyakorlatilag nem lesz. Tehát gyakorlatilag ugye a 30 napon belüli tartozások, de hát azok a működéshez szükségeltetnek. Ez egy nagyon komoly eredmény. Azt gondolom, hogy a elmúlt év gazdálkodására visszatekintve likviditási helyzetünket végig tudtuk tartani, a szállítókkal megfelelő ütemezés mellett tudtuk biztosítani a fizetéseket. Nem volt soha elmaradva az, hogy a dolgozóknak bármilyen bér vagy bármilyen ilyen jellegű dolog ne következett volna be. Úgyhogy azt gondolom, hogy most a mostani konszolidáció kapcsán, amely azt gondolom országosan ismert, hogy 50 milliárd forint volt erre az összegre, egy durván 44,8 milliárd forintos összeg volt arra, hogy a kórházakat kompenzálják, és ennek hoztam egy kis puskát magammal, szeretnék hiteles számadatokat mondani itt önöknek. Ez azt jelenti, hogy az intézményünk tulajdonképpen a konszolidációban az ötödik legtöbb
összeget kapta. Ez azért kapta a legtöbb összeget, mert nem azért, mert neki volt a legtöbb tartozása korábbi években, hanem az elmúlt esztendő és a mostani évnek a gazdálkodási, hogy mondjam, intézkedéseit minősítették. Tehát voltak két részből tevődött össze ez a támogatás, volt egy úgynevezett működési támogatás, meg egy úgynevezett ösztönző támogatás. A működési támogatás csak kizárólag a tartozás állományból, így van. Ennek az arányát csak, hogy érzékeltessem, hogy hol tart a kórház. Ennek az aránya országosan az összkórház, tehát össztartozás állományba véve 47% a működési támogatás, ösztöndő támogatás 52%. Ez az országos átlag. Ehhez képest az intézményünk a működési támogatásra csak 22%-ot kapott, tehát kevés volt nekünk, és az ösztönző támogatásra meg 78%-ot kapott, ami azt jelenti, hogy itt azok az intézmények részesültek ebbe, akiknél a minőségi szempontokat vettek figyelembe, és különböző gazdálkodási mutatókat. A kérdés, hogy mit csinálnak jobban, mint az átlagos kórházak a gazdálkodásban? Én azt gondolom, hogy mi nagyon nehéz, tehát az SSBMK, mert ugye nem csak Nyíregyháza, hanem SSBMK-ról van szó, tehát szoktam viccesen mondani, nekem sok gyerekem van, és ugye már a nyíregyházi nagykövi tagintézmény, így van, tehát azokra is. Tehát ott a kölcsönös az, hogy a háttérszolgáltatásunkat egységesíteni tudtuk. A gazdálkodásunkat egységesíteni tudtuk, a keretgazdálkodást bevezettük mindenütt, tehát ezek a számlatükör, egyebek, nem akarok én unalmas számokkal dobálózni, ezeknek az eredménye volt ez, illetve a javaslatokat, amit az államtitkárság irányából volt, hogy mikor, hogyan, milyen ritmusban is a tartozásainkat csökkentjük, ezt mi annak megfelelően csináltuk meg, és ennek most úgy tűnik, hogy meg lesz az eredmény, és nagyon, nagyon köszönöm a munkatársaimnak, ez egy hatalmas eredmény, és hatalmas. Hát nagyon változatos év után vagyunk, és sok öröm és sok feladatuk év után vagyunk. No hát így az év vége felé azt is meg kell kérdezni, hogy a beteg oldalról hogyan sikerült ezekben a kórházakban csökkenteni a várólistát, gyorsabban bejutatni a betegeket a diagnosztikai eljárásokra, és milyen újszerű terápiákat tudtak bevezetni ezekben az intézményekben? Ugye ez egy nagyon komplex kérdés. Tehát az, hogy egy intézményben minél gyorsabb és megfelelőbb ellátást tudjunk biztosítani, ehhez nagyon sok feltételnek meg kell felelnünk, nagyon sok olyan pályázati forrása van szükségünk, amit beépítve ebbe a kérdéscsoportba tudok megválaszolni. Menjünk talán végig, várólista. Várólista kérdésében országosan is volt egy várólista csökkentő program, több éve elindult, mi is ebben benne vagyunk. Egészen pontos számokat tudok mondani itt a várólistával kapcsolatosan, tehát teljesen valid számokat, hogy hol tartunk most és hol járunk most. A legkritikusabb a csipőprotézis, térprotézis műtétek és a szürke hályok, tehát a szemészeti várólista. Ebben nekünk a mi intézményén rendszerünkben egy helyen van ugye csipőprotézis a nyíregyházi telepünk, tehát a Józsába, illetve szemészeti Józsába, illetve Máté Szalkán egynapos sebészet keretén belül. Itt most gyakorlatilag a Jaonba szemészeti szürke hályú műtét 2018. január. Tehát gyakorlatilag ez jön az ünnep, és hogyha úgy van, akkor ez védhető. Máté Szalkán 2018. július. Tehát ez se egy olyan borzasztó hosszú időszak. A térprotézisben az csak Máté Szalkán van. 2018. júniusa, és a csipőprotézis úgy szintén 2018. júniusa. Lehet, hogy nézők kérdezhetik, de nekem van 2019-es, 20-as, tudok rá válaszolni. Ezek korábban előjegyzett betegek, illetve van úgy, hogy a előjegyzési listába, illetve a várólistába a beteg kéri azt, hogy ő nem akarja következő évben, hanem orvossal vár. Mindig jellemző. Tehát nagyon azért mondom, hogy ezt mindig tisztítani kell. Tehát ezeket a várólistákat, ha valaki úgy fel, mennyi a várólistát, hol tart, akkor elmondja az ember, hogy itt tart, de. És akkor ezt kapcsolódnak. Számot mondjak, 2014-ben térprotézisre várakozási nap 410 nap volt, most 185 napra csökkent le. Tehát én azt gondolom, hogy szépen megyünk előre, a kormányzati támogatás, egészségügyi kormányzati támogatás, várólista programot szépen megyünk, haladunk és megyünk. A diagnosztikai eljárások tekintetében, igen, ott milyen az előjegyzési rendszer, ez ugye, még érdekli a betegeket? Igen, tehát azt kell tudni, hogy a legkritikusabb mindig a képalkotó eljárások. Tehát CT, MR,
mammográfia, ultrahang és egyebek. Ez megint gépfüggő. Szakember és gépfüggő. Na most a kettő darab CT-nk üzemel, és kettő itt a nyíregyházi telephelyünkön, Mátészalkán is van fehérgyalmat, és van CT, egy megfelelő kihasználtság mellett, itt a nyíregyházi telephely a legforgalmasabb. Egy emerünk van, és örömmel mondhatom, hogy a következő héten fogjuk tulajdonképpen átadni a második emerünket, ez egy onkológiai pályázat kapcsán nyertük, és itt kapcsolódnak azok, hogy pályáztunk és pályázaton nyertük el, tehát még egy emerünk lesz, illetve ultrahangokban is pályázunk még több mindenre, de abba is fokozatosan lépegetünk előre. Én azt szoktam mondani, hogy mindig ugye én nőgyógyász vagyok, és találkozok hölgyekkel emlő mammográfia kapcsán. Ha valakinek baja van, és valakinek problémája van, ő neki egy külön csatornán keresztül meg kell, tehát a beutalás megvan, és el fogják neki végezni. De a nép, tehát a szűrési programban részül azt mondja valaki, szeretné magam megszűretni, és majd fél év múlva kap egy vizsgálatot, ő neki gyakorlatilag nincs panasza, ki tudja azt a fél évet várni, hisz ez nem egy akut ellátást igényel. Ugyanúgy vonatkozik a 2 hetes szabály, tehát a daganat esetén, daganat gyanú esetén, azt megfelelő szakorvos, ha fölvette a daganat gyanút, akkor az intézménynek 2 héten belül el kell végezni a vizsgálatokat, a képalkotó vizsgálatokat. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki ilyet észlel, az nyugodtan szólhat, a orvosigazgatás bárhol. Ennek ebzel kapcsolatosan hozzám ilyen fajta panasz nem érkezett még, tehát azt gondolom, hogy csináljuk ezt a részét is. Nagyon röviden, szinte csak egy percben beszéljünk az új informatikai hálózatról, az EST-ről, igen. Így van, amire ugye mindenkinek rá kell csatlakozni a házi orvosoktól a patikusokig, és a kórháznak is. Hogyan épül ki a rendszer? Januárban már ez ütőképesen kell, hogy működjön. Igen, ez már most is működik egyébként, ugye ez a jövő. Tehát az informatikai jövő, az egészségügyi informatikai jövője, ezt valahogy úgy tudom nagyon egyszerűen megfogalmazni, hogy bejön a beteg mondjuk Nyíregyházára, egy soproni beteg, nem tudjuk az adatait, és szépen le tudjuk kérdezni, hogy az ő által a Sopronba elvégzett vizsgálatok, itt eljött az állatparkba szétnézni, és akkor mi történik vele, ezt meg tudjuk nézni, hogy milyen előzményei voltak. Ez egy nagyon komoly dolog. Le tudjuk azt ellenőrizni, hogy fölírt gyógyszert, vajon fölírjuk a betegnek, nem gyógyul. Miért nem gyógyul? Azért, mert nem váltottak ki a gyógyszert. Ezt most eddig nem tudtuk ellenőrizni, ez most ellenőrizhetővé válik. Tehát ez most egy olyan jövőt vetít előre, ami egy fantasztikus nagy dolog lesz. Én nagyon örülök neki, nagyon nehéz. Minden új dolognak a bevezetése akadályokba kerül, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A intézményünkben egységesítettük az informatikai rendszert ebbe az évbe a telephelyünk között, tehát maga a lehetőségünk megvan, becsatlakoztunk és támogatjuk ezt. Köszönjük szépen, főigazgató úr. Én is köszönöm a lehetőséget.